így néz ki a helyreállított rom. A restaurátorok terv alapján először megtisztították, majd konzerválták a megfelelő fal felületeket és fúgákat. Utána az eredeti téglák felhasználásával pótolták az omlásokat, valamint újraépítették a fal koronát. A 800 éves Árpád-kori templom maradványt a társadalmi felelősségvállalás jegyében újították fel 30 millió forintból. Ez egy kicsit amúgy a mostoha gyermekei a műemlékvédelemnek. Például ezen a mögöttünk lévő Varjaskéri templomról még gyakorlatilag nem volt beavatkozás, tehát ami megmaradt és megőrződött, az majd 800 éves épített örökség. Mondhatjuk, hogy régészeti feltárás volt már korábban, de állagmegóvás nem. Ezek amúgy nagyon igénylik, ha úgy mondjam, és sokszor ezek 24. órában vannak, tehát mindenképpen műszakilag kell stabilizálni és megerősíteni. Számunkra ezek nagyon értékes kis amolyan kulturális és szabadidőprogramot segítő területek, pontok. A műemlékvédelemért felelős helyettes államtitkár kiemelte, ezeknek a helyeknek közösség megtartó ereje van. Egyrészt az emlékeink, kultúránk, a nemzetmegtartó hitünk továbbvitele nagyon fontos, és mindenképpen minden ilyen mozgalom közösséget teremt. Közösséget teremt az építők és a használók között, a múlt és a jelenkor emberek között. A somogyszentpáliak azt remélik, még többen megismerik településüket a Varjaskéri templomon keresztül. Nagyon sokan keresték eddig is a romot, de hát nem sok mindent láttak rajta, mert mohás volt, illetve már lassan életveszélyes is. Most viszont lehet közösségi médiában is hirdetni, hogy látogatható, és szervezünk majd erre különböző lovas túrákat is, esetleg meg kerékpáros túrákat is. A Romvándor program egyébként több mint 100 rom feltérképezésével és mintegy 50 bejárásával kezdődött 4 évvel ezelőtt. A több éves időszakot átölelő program célja évente 1-2 Árpád-kori szakrális műemlék helyreállítása, megmentése, rehabilitációja. A Varjaskéri a 4. beruházása volt a projektnek.